Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Budapest Bócsóról, a Samsung stúdióból, és átvettem Visi László kollégától a stafétabotot, de csak két beszélgetés erejéig. Mégpedig most egy kis időutazásban lesz részünk, de nem csak idő, hanem térutazásban is lesz részünk, hiszen gondolatban elmegyünk egészen 1992-ben, mégpedig Barcelonába, aztán elmegyünk, vagy párhuzamosan elmegyünk 80-ba Athénba, és ki tekintünk 84-re is, amikor hát nem mentünk sehova, utána viszont nagyon sok helyen jártunk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat Tenke Tibor, olimpikon vitorlázónk, valamint Fundák György, szintúgy olimpikonunk. Köszönöm, hogy itt vagytok. Mi köszönjük a kezdjük talán, Tibor, hogyha már kezdtem Barcelonával. Hát ugye 1992-t írtunk, és csillaghajóosztályt írtunk. Én olvastam veled egy interjút, hát már jó néhány évvel ezelőtt készült, amikor a csillaghajó jövőjéről kérdeztek tőled, vagy kérdeztek téged, és hogy meddig lehet az olimpiában találkozni, az olimpia történetben ezzel a hajóosztállyal. Hát sajnos el kellett most már búcsúznunk tőle, nincsen csillaghajó, viszont az rendkívül érdekelne engem, hogy te hogy ismerkedtél meg magával ezzel a hajóval, hiszen te se itt kezdted. Igen, én eredetileg finnes voltam, de hát Magyarországon nem volt nehéz a csillaghajóval megismerkedni, hisz mi közös klubba kezdtünk a Gyurival vitorlázni, és hát ott is volt vagy 6-8 csillaghajó. A 60-as években két osztály is volt Magyarországon csillaghajóban, ilyen 40-50 hajókkal, úgyhogy nagyon népszerű volt. Ez volt a legkisebb kíles hajóosztály. Akkor még nem voltak olyan drágák a hajók, tehát nem volt olyan nehéz megépíteni. Voltak sztárok, igazi sztárok, a Telegdi, Gosztonyi, Tolnai, tehát egy fiatal számára ez egy nagyon izgalmas, érdekes hajóosztály volt. Gyuri, te pedig, hogyha jól tudom, 4-20-ba kezdtél, vagy 4-20-ban mentél már, és onnan jött a 4-70, vagy rosszul emlékszem, vagy menjünk visszább még? Menjünk egy kicsit visszább, mert még kadettben kezdtem az építőkben, tehát amíg a Titi Molyok... Bocs, hogy félbeszakítalak, egyszer kérdeztem Érdi Márit, aki Európa bajnok lett nem sokkal ezelőtt. Pontosan végignéztem. És ő azt mondta, hogy neki a legelső élménye a Steffiéknél volt a THE-be, és valami borzalmas hajóba, úgy hívták, hogy kadett. Nézd, hát ez felfogás kérdése, én nagyon szerettem, mert jól mentünk, meg itt kerültünk be Lénbe a magyar versenyéletbe, és utána pedig volt egy év, amikor 3 hajóosztályban versenyeztünk, és először mi Repülő Hollandiban lettünk kerettagok 1973-ban, még a legendás Ritké testvérek, Detre testvérek hasonló ezzel a csapat, Fináci Pali ezzel a csapattal, és utána 74-ben váltottunk át a 470-esre a Repülő Hollandiból, és akkor 74-től 84-ig, amíg aktívan csináltuk, akkor ebben a hajóosztályban versenyeztünk. Maradjunk is nálad, eljött 1980, olvastam szintén egy visszaemlékezésedet, ami a Magyar Olimpikai Bizottság, vagy Olimpiai Bizottság honlapján mai napig megtalálható, ahogy mondtad, hogy ugye gyakorlatilag 80-ra éred be az, hogy az olimpiai szereplés szóba jöhet, és a moszkvai út gyakorlatilag célba érhet. Mi történt azelőtt? Hiszen volt már egy olimpia, amire gondolkodtatok, hogy kijuttok a 470-essel, de azt mondtátok, hogy várjunk még. Nem, hát az a előtte 76 volt Montreal, az Kingstonban az első 470-es olimpiai verseny, akkor nem, vagy mi 74-ben kezdtünk, hát akkor nem voltunk kész az olimpiára. Tehát ezt mindig elmondtam tegnap is itt az előző fórumon, hogy jelenleg egy középerő vitorláza az, hogy kész legyen egy olimpiára, tehát top 6-os vagy éremhelyezésre, az 12-16 év a nemzetközi versenyéletben olimpiai hajóosztály szinten. Tehát azért akkor az nem került szóba sem. Utána a 80-as olimpiában volt egy kedves kis küzdelem előtte, és akkor sikerült kimenni az olimpiára. Azt akartuk tőlem, hogy ez legyen az utolsó olimpiánk, az utolsó versenyünk. És abból a szempontból nagyon jó volt, mert jó eredményeket értünk el, és kijutottunk az olimpiára, viszont az olimpia előtt 2 nappal cseréltünk egy árbócot, különböző teoretikus megfontolások miatt, és ez sikerült a jó sebességünket lerontani. Úgyhogy aztán ugye 12. helyen jöttünk haza arra az olimpiára, és ez volt a motiváció, hogy mégiscsak folytassuk 84-ig. És aztán 84-ben történt, ami történt, és utána még 9 olimpián vettem részt.
Arról még majd beszéljünk mindenféleképpen. Ugye, Tibor, azért neked 92 előtt is rengeteg magyar bajnokságod volt, rengeteg szereplésed volt. Mi volt az olimpia előtt a legemlékezetesebb? Hát ugye én elvesztettem a 80-as olimpiai válogatott, akkor még finnes voltam, és aztán akkor kiderült, hogy egy gerincsérülésem van, és valójában azért kellett átülnöm sztárba, meg egyébként is el kellett kezdeni utána már dolgozni. És aztán akkor egyre jobbak lettek a sztáros eredmények, és hála Istennek találtam megfelelő támogatót, ugye akkor erre még nagyon nagy szükség volt, és akkor 90-91-ben elkezdtem fölkészülni az olimpiára, és akkor így 92-ben kijutottunk. Ez egy fantasztikus olimpia volt, mert ugye az a ritka olimpiák egyike, hogy az olimpiai falu az együtt van a kikötővel, úgyhogy egy egész más élet volt, mint a általában vitorlázóknak szokásos, úgyhogy én együtt vacsoráztam Ivan Lendl-vel, láttam a Dream Team-et Michael Jordannel, és szóval az egészről egy nagyon meghatározó, egy sikeres magyar olimpia volt, és a magyar olimpiai csapatban is jó volt a hangulat, tehát ez egész meghatározó volt, élmény volt számomra. Aztán jött 84 nektek, Gyuri, ami aztán mégse jött, és az egy nagy csalódás volt. Mi történt 84-ben? 84, tulajdonképpen ez volt az első olimpia, amikor igazán a versenyben tudtunk volna lenni. Először soha nem vehetem, 84-ben kaptuk az első úgynevezett gyári hajót, tehát a Parker cégtől az első hajót, amikor még a Hieri verseny alatt raktuk éjjel-nappal össze, és utána elindultunk Spanyolországba bele, ahol sikerült rögtön megnyerni az első versenyt, amin részt vettünk. És ennek a versenynek az eredmény kiosztója előtt pontosan érkezett a hír, hogy mégsem megyünk a 84-es olimpiára, amire úgy gondolom, hogy tényleg lett volna esélyünk ilyen 3 és 8 között, tehát valami játékban lettünk volna, és akkor jött ez de a szomorú hír. Tehát mi történt ott? Hát az volt, hogy akkor a sportvezetés úgy döntött, hogy nem megyünk az olimpiára, mert nem megfelelő a 84-es olimpián, azt hiszem a biztonsági felkészülés kint, és ezért a magyar csapat, nem csak a videó, senki nem utazott ugye a 84-es olimpiára. És utána ennek volt, aminek én nagyon örültünk, hogy utána mégiscsak volt egy ilyen verseny, egy barátságverseny, aminek a 470-es részét a Balatonon csináltuk, és itt az volt a különbség az olimpiához képest, nagyon sok nemzet volt, azt hiszem 30 fölötti nemzet vett ezen a dolgon részt, és ebben az volt a különbség az olimpiához képest, hogy nemzetenként két hajó is mehetett az olimpia egyel szemben, és itt csak a kelet-német hajó tudott minket megverni, és az oroszoktól kezdve franciákat mindenkit sikerült ebben legyűrni, tehát ez a hogy mondjam, ez az élmény pozitívként megmaradt, és ezek után adtuk le a hajót annak idején a Maharba, és kezdtünk el dolgozni, vagy normál életet élni. Tibor, mesélj egy kicsit, az előbb már kitértél erre a barcelonai olimpiai falura, ugye ezt én is hallottam tőletek is, illetve Máriéktól is, hogy ugye az a nagy élmény, amit említettél, amikor az olimpiai falu gyakorlatilag a kikötőben van, és nem kell órákat, vagy akár perceket autózni, utazni, készülni, hanem tényleg egy csapat az a vitorlázó, vagy a vizes olimpiai csapat egyben magával a faluval. Hogy kellett elképzelni akkor Barcelonát? Ugye hát építettek egy lakótelepet, ez volt az olimpiai falu, amit a különböző nemzeteknek kiosztottak egyes házakat, vagy házrészeket, és ott minden ország ott volt, kivéve a Dream Team-et, az kint lakott a városban, az már akkor is akkora sztárok voltak, és ott éjjel-nappal nyitva volt az étterem, állandó mozgás volt, mindig találkozhatta emberekkel, beszélgetni, és a többi, és nekünk csak át kellett mennie egy alagúton, az országút alatt, aki ismeri Barcelonát, akkor tudja, hogy miről van szó, és ott volt a kikötő, akkor nem úgy nézett ki, mint most, mert teljesen üres volt a medence, és ott voltak a hajóink, a konténereink, és onnan ment mindenki versenyre. Úgy volt megcsinálva a kikötő, hogy a külső része az kvázi egy nézőtérnek volt berendezve, és a szerencsétlen szörfösöknek, illetve a akkor meccs részben az olimpiai címet eldöntő szólingosoknak ott kellett a kikötő előtt versenyezni közvetlenül, úgyhogy
kvázi beledobhatunk volna egy almacsutkát a Johann Schumann vagy a Jasper Bank hajójába, annyira közel voltak. Csak ez azért szerencsétlen, mert a visszaverő hullámzásban hát azért nagyon nehéz volt vitorlázni, tehát a tévé oltárán feláldozták a versenyzést. Segítsetek abban ugye most, ahogy, bocsánat, hogy félbeszakítalak, Gyuri, mond. Igen, ahogy a Titi mondja, ez, tehát vitorlás technikai nagyon nehéz volt, mert ugye jött a visszaveredő hullám oda az emberekre, viszont azt hozzá kell tenni, hogy itt volt az első olyan tévéközvetítés az olimpiáról, az olimpiai vitorlás versenyekről, ami mind grafikonnal, mind közeli képekkel, épp a Jasper Banknak, hogy a Schumann megverte a rajt előtti szituációban, ami mindenkinek mutatta, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát ez a vitorlázásnak a későbbi népszerűségéhez ez rendkívül módon hozzájárult, és a mai napig, akik a versenyzőmmel bár azt mondjuk, hogy a barcelonai olimpia azzal a kikötővel, amilyen szerviz is volt abban a kikötőben, volt a egyik vagy a leghangulatosabb olimpia a vitorlás versenyeknek a szempontjából. Tehát az egy rettentő nagy élmény volt, hogy borzalmas volt vitorlázni, fejed fölött helikopter, hátad mögött motoros. Tehát maga nagy élmény volt nézni, vagy nagy élmény lehetett nézni. Én úgy tudom, hogy 400 órát közvetítettek, és jó alacsony volt egyébként a nézettség. De magát a vitorlázás nyugodt alkotó jellege, hogy az ember megy egy pályán, és takkolgatna, az messze volt ettől, mert iszonyú hangzavar volt, és felfordulás. Más olimpia volt, más verseny. Segítsetek abban, ugye most nekem is van szerencsém a Magyar Vitorlás Szövetség közelében lévén látni, hogy miken mennek keresztül Joniék, Máriék, ugye annak idején Zsombi, tehát a fizikai felkészülés mellett a mentális felkészülés, a nagyon komoly edzésprogram, az a nagyon komoly időbeosztás, hogy mikor, hova, mint. Viszont ahogy veletek beszélgetek, még többször találkozom Gosztonyi Andrással, András bácsival, ugye ő Balaton-Szepezden tőlünk négy utcára lakik, szoktunk beszélgetni, és valahogy ti mindig úgy meséltek ezekről az olimpiai emlékekről, vagy élményekről, hogy ott voltunk, mentünk, leugrottunk, tehát minthogyha egy kicsit lazább lett volna ez az egész. Itt az idő miatt gondolom ezt, vagy én érzem csak ezt, vagy bizony akkor is nagyon szoros volt, tehát nem volt olyan, hogy ott elkószálunk, ide megyünk, oda megyünk, majd lesz valahogy. Vagy ennyit szigorodott az élet? Gyuri, esetleg kezdjük veled most. Nézd, tehát más, ugye nekem megvolt a lehetőségem, mert 10 olimpiából, hogy versenyzőként is részt tudtam venni, az más, mert akkor magadra figyelsz. Akkor megvan a maga beosztásod, dolgod, mennyire készítetted elő a dolgokat, de azért van valami kis szabadidő jelleged. Akkor, amikor vezetőként, vagy edzőként, vagy csapatvezető voltam, akkor reggel 6-os kerés, és este 10-11 előtt nem jutsz az ágyba, és addig foglalkozol a dolgokkal. Tehát persze, hogy jóra az ember emlékszik, meg a sztorikat elmeséli a dologról, de hát ami munka emögött van, az mi természetesnek veszük, és reméljük másik is tisztelik ezt a dolgot, és nem nyaralásnak gondolják ezeket az élményeket, de ez tényleg így van, hogy azért kitöltöd bőven a napodat, tehát itt nincs ezzel a dologgal ilyen gond, hogy valami unatkoznál, hogy valami történne. Tibor, ti hogy éltétek meg? Volt azért egy kis pesti szlengel élve lazulás? Persze volt, de hát egész más világ volt, tehát ezt nem szabad összehasonlítani, ezt a két dolgot. Amikor én finnes voltam a 70-es években, volt 5-6 válogatott kerettag volt, és az mindegyik egyetemre járt, vagy egyetemet végzett, de mondjuk a Hán András, aki két olimpián, két különböző sportágba indult, ő ugye summa cum laude végzett vörös diplomával, mint szívsebész. Tehát ugye ma ilyenre ez elképzelhetetlen. Én jól emlékszem arra, hogy a 72-74 körül lehetett, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az elnöke egy Brandich nevű amerikai úriember volt, egyébként egy atléta volt a 30-as években, és ő védte az amatőr sportot. És jó magam is leszóltam, és hogy milyen ósdi ember, és egy óriási botrány volt, mert te biztos emlékszel rá, hogy a Karl Schranz nevű osztrák lesiklót visszaküldtek egy olimpiáról, talán Szapporóból, mert hogy kiderült, hogy ő valami pénzt fogadott el valamelyik versenyre. És akkor ez egy nagy felfordulás volt, és én akkor mondom, leszóltam ezt az embert, és ma úgy gondolom, hogy látnok volt. Tehát egy olyan irányba ment el a sport, ami kinek jó, kinek nem jó, de ma nincs
hat egyetemista vagy egyetemek végzett az emberek között, és ma nem lehet egy szívsebész, nem indulhat el két olimpián. Gyuri? Ez, az Andrásnak az esetlenül, ez különben nemzetközi szintén is egy unikum, aki képes két sportágban és két ennyire távolálló sportágban, mint kosárlabda és vitorlázás kijutni az olimpiára, szóval ez Andrásnak a kvalitásait is mutatta, aztán mennyire ismerték ezt itthon el, ez egy másik kérdés, de ez, ezzel rendelkezésre tényleg csak büszkék lehetünk. Ez a, teljesen igazam van a Titinek, tehát mi mindig, amikor versenyeztünk, akkor mi is ugye profivá akartunk válni, és olyanra szeretnünk volna, mint az ellenfeleink, hogy ugyanaz legyen a megoldás. Ma már, hogyha erről én előadást tartok, hogy hova, nem is, nem akarom azt mondani, hogy hova változott az olimpiai sportág, akkor azt mindig azt mondom el, hogy ez egy ilyen gladiátor játéka változott. Aki az utolsó, aki nyer, az túlélte ezt az egész dolgot. Itt, aki nyer, tehát most nem éremről, aranyról beszélünk, az fölszáll a mennyekbe, és minden ismertség, minden nehézség, minden reklám, minden eljut hozzá. A második, harmadikat fölírja a történelem ebbe a dologba, de ott már nem biztos, hogy valaki, aki nem benfentes el tudja mondani, hogy három olimpiával ezelőtt ki lett bronzérmes például ebbe a dologba, és hogyha negyediként hazajössz az olimpiáról, ami egy fantasztikus eredmény, akkor megkérdezik, hogy te is ott voltál, vagy hogy mit csináltál ott. Szóval ez én nem tartom különösebben egészségesnek, de ahogy a tévé meg a pénz egyre előteljesebb lett ebbe a dologba, úgy, hogy a Titi mondta, hogy a 92-es olimpián bejöttek olyan zavaró körülmények, hogy állandó zajban keresztül megy előtted a motoros, amikor befutnál. Nézd a világbajnokságot Kim Pörzben, amikor a Jan Enzők ugye nyert 5 olimpiát, és akkor előtte a befutó előtt 10 méterrel, amikor küzd az első-másik helyet, keresztbe megy előtte egy motoros, és utána Ben Enzi kiugrott a hajjából, odaugszott ez a riporter motoroshoz, és kézbe vette ezt az embert. Nem bántotta, de utána nagyon komoly fegyelmi dolog volt, tehát egy fegyelmet is kapott ebből, de hogy idáig fajul mondjuk azt a presszének ez a lehetőség, ettől ismertebb lesz az egész olimpia, ismertebb lesz, aki nyer, de aki negyedik, hatodik, ami egy világbajnokságon is mindenhol egy csodálatos ez eredmény, az egyszer egy olimpián az nem eredmény. Nézzünk egy kicsit a jelenbe, jövőbe. 2023 én szerintem egy olyan év volt a hazai vitorlázásban, amire méltán lehetünk igazán büszkék, hiszen néhány évvel ezelőtt, amikor Berett Zsombi elhozta a világbajnoki érmét, akkor is megdobbant a szívünk, legutóbb Tokióban is megdobbant a szívünk, ugye ezzel az ezüstéremmel, amit hazahozott Zsombi. Most pedig nagyon megdobbant a szívünk ismét, hogy Mári első magyar női világbajnoki címet hozott, hazai sportolója lett, ugye éppen a mai napon Európa bajnokságot nyert, tehát azért jönnek a jobbnál jobb eredmények, és a fiatalok, akik majd utánatok következnek, ők is olyan eredményekről számolhatnak be, mint például Fehérborókáig 29-esbe elhozták a VB bronzérmet decemberben, tehát tényleg egy jó év volt, és én azt látom, köszönhetően akár ennek a közvetítésnek, a Budapest Bócsónak, mi is a Vitorlás Akadémiával azon dolgozunk, hogy kijöjjön a vitorlázás abból az árnyékból, amiben én úgy látom, hogy az elmúlt években volt. Hova tart szerintetek most a hazai vitorlázás? Akár az eredményeket nézve, sportolókat nézve. Most az utánpótlásra nem térnék ki, mert Gyurinak az az asztala, és annyi műsoridőnk nincsen, hiszen akkor 7:30-ig itt lennénk, és én bámulva hallgatnám. De szerintetek hol tartunk most, mi még a teendő? Kezdjük vele, Titi. Kezd, Titi. Hát nyilván látványosan jó eredmények születnek. Egy nagyon érdekes kérdés, hogy merre tovább. Ugyanis két lehetőség van. Az egyik az, amit az IFIK csinálnak, hogy bekerülnek fiatal korukba versenyezni, erről ugye köztünk is szokott vita lenni, hogy mikor menjen mértékben szabad a gyerekeket a versenyzéssel terhelni. Utána egyre jobbak az eredményekkel, járják a világot, egy csomó élményt szereznek, egy csomó készséget megszereznek, győzni megtanulni, veszteni megtanulni, fölállni a padlóról, és a többi. És aztán akkor valahol 17-18 éves korukban el kell dönteni, hogy most merre tovább a karrierjükbe, hogy elmenjek egy egyetemre, vagy pedig profi vitorlázókká válnak. Utána persze még sok buktatója van annak, amik tényleg profi vitorlázókká válhatnak. De ez egy nagyon éles kérdés lett, mint ahogy az előbb már mutattam rá, mi szerencsésebb generációk voltunk annak idején. És
utána ez a néhány száz gyerek, aki vitorlázik, az le fog szűkülni egy vagy kettőre. Én nem hiszem, hogy egyébként ez tömeges lesz, tehát nem hiszem, hogy tucatjai lesznek a profi vitorlázásra felkészülők, tehát a 18 pluszosok, és azokból majd eldől, hogy ki lesz Beret Zsombi vagy Érdi Mári. Én azért előbbre néznék egy-két olimpiai ciklussal, tehát nekem azért vannak kétségeim, hogy ez így marad-e. És akkor, hogy ki mit áldoz föl, tehát ebben azért van kockázat. Én nem vagyok biztos, hogy a 30-as években olimpiai sportág lesz a vitorlázás. Erre nincs garancia. Gyuri? Egy szót nem beszéltünk erről a Titivel előtte, de aki én elég sokat benne voltam, ugye a Nemzeti Vitorlás Szövetségben is aktívan, azt hiszem 25 éven keresztül. Tehát megmondom őszintén, hogy ezt tudom, nem szabadna a nyilvánosság előtt mondani, de ahogy jelenleg az olimpiai vitorlázás megy, és megpróbálja fölvenni a versenyt más sportágakkal bizonyos területeken, ez szerintem nagyon sokat veszt a karakteréből a vitorlázás. Úgyhogy ennek a veszélye, amit a Titi mondott, ez egy teljesen reális dolog. Szerencsére az elkövetkező az olyan lesz, az olyan, hogy Ausztráliában nem lehet a vitorlázást kihagyni, meg USA-ben ugye nem lehet a vitorlázást kihagyni, de hogy Ausztrália után mi következik ebben a dologban, abban nagyon kell a hazai szövetségnek nemzetközi szinten úgy dolgoznia, és a Nemzetközi Vitorlás Szövetségben pedig visszatérni oda, ahol a vitorlázás megőrzi a tradicionális értékeit is, és nem csak a látványosság vagy egyéb lehetet. Nem lehet, hogy úgy mondjam, ne arjátok, így mondom ezt a dolgot, azt szoktam mindig mondani, hogy a vitorlás, ami egy taktikai sport is, ugye ebben a dologban nem lehet lesorítani egy McDonald's étkezésre, tehát hogy berohanok, fölveszem és utána megyek. Tehát ez egy másik dolog, persze ez a közvetíthetőségével mindennel összefügg. Azért még egy pozitív dolgot el lehet mondani, hogy például a 2012-es olimpián, a 2008-as olimpia után a legjobb közvetítését, a legeredményesebb olimpiáról szóló filmet mindig a vitorlázás nyerte az összes sporták között. Tehát, hogyha sikerül ezt úgy átalakítani, hogy ne egy olyan sport, ne úgy, mint egy kosárlabdát kelljen a vitorlázás közvetíteni, tehát nem összefoglalókkal, egyebekkel, meg ahova elindultak különböző más dolgok, ami például ez a világbajnokság, amit a magyar csapat megnyert most ugye, a tavalyi évben, ez volt egy rettentő nagy eredmény, egy olyan forma kezd jönni, ami nem meccsrész, de mégiscsak közvetíthető, és mégiscsak a tradicionális értékeket megőrzi. Tehát ezt a jövőben, ezt keresni kell, és ezt továbbvinni kell, és akkor azoknak a fiatal vitorlázóknak, akiknek megadatik a jövőben, tehát 32 után az, hogy a nemzetüket képviselhetik, mert ez az olimpiában a nagy, hogy ott a nemzet képviselő van, ami nagyon-nagyon kevés embernek adatik meg az életnek bármelyik területén. Ugye? Ezért is nem egy világbajnokság, vagy valami, ami egy másik helyzet, különösen a vitorlásportban. Tehát, hogy ez megmaradjon továbbra is az élmény, és mi egész pontosan tudjuk a Titivel, a gyerekeink kapcsán is, hogy akik ugye nem lettek top versenyzők, de megtanultak vitorlázni, és a személyiségfejlődésüknek mit jelent ez a természetben űzött technikai sporták komoly küzdelemben, meg egyében. Tehát erre is nagyon koncentrálni kell a jövőben, hogy nem az olimpia egy rendkívül fontos motiváció, rendkívül fontos dolog, szerintem kicsit túlértékelt dolog, de oké, ez a helyzet, de közben azért van egyéb része a vitorlázásnak is, ahol épp például ez a csapatvilágbajnokság mutatta, hogy arra is tessék készülni, erre is a magyar vitorlázóknak oda kell jutni, és el kell, tehát ebbe az irányba mi nem leszünk igazán tömegsport, de viszont sokkal több ember tud, hogyha jól csináljuk a stratégiát a vitorlásban, a nemzetközi szinten vitorlázni és versenyezni. És ez szerintem egy nagyon fontos alapja lehet ugyancsak az olimpiai eredményes vitorlázásnak. Tehát itt ez a stratégiát azt gondolom, ebbe az irányban nagyon erősen át kell gondolni a magyar vitorlázásban, hogy csináljuk ezt és mint csináljuk ezt. Csak egyetlen mondatot hadd tegyek hozzá, egy egyetlen gondolatot. Én amikor 12 előtt küzdött a csillaghajó, hogy olimpiai hajóosztály maradjon, akkor én európai elnök helyettes voltam, és ültem végig ezeket a megbeszéléseket, és akkor ott fölvetődött, hogy
a médiának mit kell feláldozni kvázi a csillaghajózásból. Ugye a média azt akarta, hogy 40-50 perces rövid futamok legyenek. Most a csillaghajó lassú és hosszú a hátsó éle, és ezért egy ilyen kis pályán állandóan takarásba kell a hajóknak versenyezni. Most profikról van szó, tehát nincs nagy különbség a sebességben. És ez alapvetően a csillaghajózásnak az alapvető jellegét, tehát a széltaktika, hogy 30-40 perc egy cirkáló szakasz, azt megszüntette volna. És hát erről ment a lamentálás, hogy ezt most igen vagy nem. Az európai edzők, akik anyagilag érdekeltek voltak benne, meg az európai profi versenyzők, akik ebből éltek, azok nagyon pró voltak. Az amerikaiak közül meg egyszer elhangzott egy mondás, ami azóta is a fülembe cseng, hogy van nekünk elég pénzünk arra, hogy csillaghajózzunk. Ez amúgy egy tanulságos mondat, az a baj, és ez most is látszik, hogyha akárcsak az új hajóosztályokat, új olimpiai hajóosztályokat nézzük, ez most is ülne ez a mondat. Igen. Szóval ez egy, tényleg én köztudottan a konzervatív szárnyhoz tartozom ebben az egész kérdésben, de azért el kell mondani, hogy miért alakult ki. Tehát azt nem szabad elfelejtenünk, hogy itt a angol száz nemzetek dominálják, egymással is küzdenek, de a sportpolitikai szinten dominálják a Nemzetközi Vitorlás Szövetségnek a dolgait. És ebben, amikor mi 2000-ben bebizonyítottuk azt, hogy igenis Közép-Európából is tudunk olimpiát nyerni, és ezt meg tudjuk ismételni, mások is még egyben legyenek, akkor volt egy hoppá itt az angol száz nemzeteknél, és elindult egy olyan irányba, mind a pénzzel, mind az egyéb hajóosztály politikával és az egész verseny dolgokkal, amivel tudják, hogy nekünk minden változásra átállni háromszor annyi idő, mint nekik átállni különböző ilyen kérdések miatt. Megjött a Tusmiki közben. Igen, de ő a következő blokkban lesz majd a fiatalokkal. És lassan el is kell, hogy köszönjünk, mert hogy 5 másodpercünk van még a műsoridőből. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok mindezt. És én azt kérem tőletek, amit mindig kérek tőletek adáson, meg ilyen hivatalos beszélgetésen túl is, hogy segítsétek ezekkel a tanácsokkal azokat a fiatalokat is, akik például itt vannak most a mellettünk lévő standon, akik tényleg arra törekszenek, hogy ha nem is olimpia, de világversenyek, és megismerjék őket, és legyenek ők a legjobbak hajóosztályban. Segítsetek nekünk ebben, kérlek benneteket. Köszönöm szépen Tenke Tiborral és Fundák Györggyel, hazai olimpikon vitorlázókkal beszélgettünk. Köszönjük. Köszönjük.